Tisztelettel köszöntöm a Karcak Televízió nézőit, aktuális kérdések című műsorunkat látják, melynek mai vendége Gyurcsák János alpolgármester úr. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszöntöm a televízió nézőit, különös tekintetre a 4-es számú választókörzetben lakókra. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Ugye Ön Karcag alpolgármestere, de talán kevesen tudják azt, hogy egy alpolgármesternek mi is a feladata. Ugye talán a polgármester. Tudják, hogy mit is dolgozik, de egy alpolgármester mivel foglalatoskodik? Hát az alpolgármester elsősorban azzal foglalatoskodik, amely a polgármester, mint főnöke megbízza, a testület megbízásával egyetemlegesen. Én nekem jutott az a kellemes feladat, hogy a városnak a gazdasági pénzügyi kérdéseivel foglalkozzam. Ez azt jelenti, hogy előkészítő munkát végzünk egy csapattal, amely egyrészt a költségvetések előkészítésében, gazdasági társaság működtetésének irányításában, és a különböző városi, bármilyen jellegű pénzügyi gazdasági kérdéseket illető témakörökben. Természetesen ezt majd ki fogjuk fejteni, ugye a második ciklus a polgármesterek Karcagnak. Kezdjük 2010-től. Honnan indult ez a város? 2010-ben ugye nagyon nehéz gazdasági feltételekkel vettük át annak a ciklusnak az irányítását. Hosszú éveken keresztül sikerült rendezni minden olyan problémát, ami a korábbi időszakban fakadóan megjelent, és én azt gondolom, hogy 2014-től már egy kicsit könnyebb helyzetben volt a város ilyen szempontból. Ugye a gazdasági világválság okozta nyomok minden településen, így itt Karcagon is nyomot hagytak. Nagyon nehéz volt abból a helyzetből elindulni? Hát a 2010-es, 11-es, 12-es évben nagyon kemény csapatmunkát kellett végezni a testület tagjainak a segítségével, hogy túl legyünk azon az időszakon, de én úgy gondolom, hogy az elmúlt évek már bizonyítják, hogy túl lettünk. Mennyiben tudott ebbe segíteni az a közös gondolkodás, hogy Karcagot tehát olyan szinten kell fejleszteni, ahogy most tart? Nagyon meghatározó volt, hiszen benne voltunk egy fürdőfejlesztési beruházásban, amely gyakorlatilag egy kicsit többe került, mint előre tervezett összegek voltak, de sikerült ezt is megoldani, valamint a város többi működését célzó intézményeken, gazdasági társaságokon. Lásd például a hulladékgazdálkodási kérdést, amelyben nagyon komoly változások mentek végbe, és itt nagyon kell gondolkozni a városvezetésének, hogy elébe tudjon menni olyan döntéseknek, amely hosszú távon biztosították mindazt, hogy jól működjön. Tehát elég kemény gazdasági helyzet volt az az időszak. Igen. Ugye ezt országosan is láttuk, de talán ugye a városi gazdálkodásban nem úgy láttak bele az emberek. Hogy tudtak sakkozni akkor ezekkel az összegekkel, amik rendelkezés álltak, úgy, hogy befektetők mondjuk nem nagyon érkeztek abban az időszakban? Hát, ha így visszaemlékezem, akkor voltak napi problémák, voltak hosszabb távú olyan hatások, amelynek a kivédésére volt lehetőségünk felkészülni, ennek a kettőnek az ötvözetéből sikerült kihozni azt, hogy egy-egy költségvetést sikereset tudtunk lezárni. Hozzá kell tenni, hogy 2011-ben 33 be nem töltött álláshelyet szüntetett meg az önkormányzat. Ennek a megtakarítása a következő évben mindenképpen jelentkeztek. Túl vagyunk az a időszakon, létszámnövekedés indult el, az elmúlt években tavaly sikerült egy jelentős béremelést végrehajtani a önkormányzati dolgozók körébe. Ez éves szinte egy 130 millió forintos csomagot jelentett. Személyenként átlagban levetítve 11,5%-os bérnövekedést. Ezt korábban nem tudtuk megvalósítani. Ugye a magyar gazdaság, a jó gazdaság politikának köszönhetően jól teljesít, egyre jobban teljesít. Ez hogy mutatkozik meg a magyar városokban, akár itt Karcagon? Hát az egyik része mindenképp az állami támogatásoknak a növekedésében van. Hozzá kell tenni, hogy az önkormányzat működésében maradt az óvodák rendszerének működtetése. Itt végül a normatív támogatás fedezni tudja mindazt a szükségletet, amit nekünk ugye meg kell oldani. Az oktatásügyi rész többi része elkerült tőlünk, de a konyháknak a működtetése, a költségei azoknak rajtunk maradtak, és ezt is meg tudjuk oldani. Más egyéb területeken úgy gondolom, hogy bevétel növekedés sikerült elérni úgy, hogy a város lakosságának a terheit a legkisebb mértékben sem növeltük. Nincs ennek kivetve semmiféle helyi adó, kommunális más egyéb adó, nem lett bevezetve földadó,
Holott ugye Karcagnak, mint mezővárosnak gyakorlatilag nagyon sok földterülete van, több mint 1300 hektár például, amelyel a gazdálkodást azért az elmúlt években bérbeadás mellett sikerült jól megoldani. Ugye említi azt, hogy megpróbálják a lehető legkevesebb terhet a lakosságra kirúni, hogyha van úgynevezett önkormányzati rezsicsökkentésük, és ez mit takar? Hát az önkormányzati rezsicsökkentés az teljes mértékben párhuzamban van, én úgy gondolom, az országban a rezsicsökkentéssel. Azokat a szolgáltatási árakat, díjakat, amit meg kell fizetni egy karcai lakosnak, például egy fürdőszolgáltatásnál, nem emeltük az elmúlt években, sőt, igyekeztünk úgy kialakítani az árakat, hogy ez lehetőleg csökkenő terheket jelentsen a lakosok számára. Nyilván a ideglátogató külföldi vagy pedig más turistáknál ez a csökkenés ilyen mértékben nem tapasztalható. Magyarul kedvezményeket adunk a karcai lakosoknak például. Nem is azt mondja, hogy ez bevétel növekedést eredményez az önkormányzati kasszában. A bevétel növekedés mindenképpen jelentkezik. Hozzá kell tenni, az országos rezsicsökkentés előtt ugye nálunk úgy a víz szolgáltatási ára, vagy pedig a szennyvíz tisztítási szolgáltatási ára az sokkal alacsonyabban volt és maradt is természetesen, mint az országos átlag. És hasonlóan mondhatom azt is, hogy a hulladékgazdálkodásnál is ugyanez jelentkezik. Tehát ezeket mi sikerült lent tartani. Hozzá kell tenni, hogy bevezettünk olyan dolgokat például, mint babaváró programnál, ösztönző csomagot, ami azt gondolom, hogy a karcai gyerekek születésekor minden családnak jó leső érzés átvenni, akkor lehetőségünk van azért további olyan biztonsági kérdéseknek a növelésénél, kamerarendszer, kiépítés, amely azt gondolom, hogy egy olyan plusz szolgáltatás, ami a lakosság számára rettentő fontos. Említette a beszélgetésünk elején, hogy rengeteg pályázatért is felel, ami Karcagot nézve elég tetemes darabszámot tesz ki. Hogy áll ez össze ez a munka? Hát gyakorlatilag ugye polgármester úr megbízott ennek a fejlesztési csomagnak az ellenőrzésével, illetve az előkészítési munkákért. Ez gyakorlatilag napi munkavégzés jelent. Rendszerességgel napi egy órószát foglalkozunk jegyzőr vezette csoportnak a munkájával. Amikor döntéseket kell előkészíteni, napra készen előkészítjük. Úgy gondolom, hogy minden ilyen dolgot határidőre tudunk teljesíteni, ezért vannak nyertes pályázataink, ezért vannak folyamatban lévő pályázataink, amelynek előbb-utóbb az eredménye a város számára meg fog jelenni. És ezeken az üléseken ilyen innovatív ötletelés is zajlik esetleg, hogy merre lehet tovább menni majd? Én azt gondolom, hogy ezek az előkészítő munkák, amelyek az egész testület számára gyakorlatilag meghatározza egyrészt a stratégiai irányokat, másrészt pedig a apró taktikai lépéseket, ez rendszerint meg szokott jelenni. Egyik ilyen nagy lehetőség geotermális energia, annak a hasznosítása. Ez az elmúlt 10 évben jelentős mértékű bevételt adott a városnak, és nagyon sok lehetőség van még benne, amelyet megfelelő pályázat segítsége előbb-utóbb meg fogunk valósítani. Itt ennél a pontnál mindenképpen meg kell jegyezni, hogy egy-egy ilyen kísérőgáz konkrétan vagy leválasztásának a hasznosítását az önkormányzat saját cégein keresztül végzi el, nem pedig apró pénzért külső multinacionális cégekkel végeztetjük el. Ennek egy nagyon komoly példája, hogy a kórháznak a hőenergia ellátásába nagyon jelentős szerepet képvisel ez a tétel. Ez akkor tulajdonképpen a működési költségeket is csökkenti. Így van. Köszöntött a 4-es számú választókerület tagjait is, az ott élőket, ugye ön ennek a térségnek a képviselője, ez ugye az alpolgármesteri feladatok mellett van, határoljuk be ezt a körzetet. Mik a legjellemzőbbek ezen a környéken? Mivel keresik meg önt? Hát ugye a körzetem az Ady Endre utca, az egyik főútvonal, ami egészen elmegy a Liget utcáig, tehát át a város túlsó részére, és onnan visszajönve a főtért érintve Szent László utca a keleti városrész. Miután át lett alakítva a választókörzetek száma, és ebből 8 választókörzet alakult ki, így minden körzet egy-egy tortaszelethez hasonlítható, és így átérinti az egész várost, szinte azt mondom, hogy sugár irányba, kihasítva egy szép nagy szeletet belőle.
ez a városrész gyakorlatilag intézményekben mondhatni nem túl gazdag. De ha nagyon precíz akarok lenni, akkor a Városházát érinti, a Dériné Művelődési Központot érinti, Kuthenúti óvodát teljes mértékben tartalmazza, a Piaszcsarnokot tartalmazza. Na most az elmondott intézményeket pontosan az elmúlt években sikerült pályázati forrás felhasználásával jelentősen megújítani. Tehát ha azokat az intézményeket nézem, amely konkrétan nálunk van a mi körzetünkben, ezeknek a felújítása megtörtént, és még a jövőben is fokozódik a folyamatos felújítása. A választókörzetben, miután eléggé alacsony fekvésű, ezért különböző belvíz problémák jelentkeztek az elmúlt évek alapján, amit én azt gondolom, hogy időarányosan sikerült megoldani. Mindig van olyan rész, amely még valami fejlesztésre szorul, ez a következő években is természetesen folytatódni fog. A másik ilyen probléma nyilván a járdák helyzete. Elindult a városközpontban egy térkőburkolatos felújítás, ami egyrészt színes, egyrészt korszerű, egyrészt jó, egyrészt, hogyha valamilyen közműcsatornát kell alatta hozzányúlni, akkor az könnyen helyreállítható, de emellett a aszfaltjárdák felújítása is folyik. Egyrészt nyilván a legrosszabb szakaszokon, másrészt meg van egy tudatos pályázati elképzelés, mely szerint ugye sorra vesszük a fő közlekedési útvonalakat, és azoknak a felújítását már megkezdtük. Most ebben az évben megvalósul, most éppen most folyik a megvalósítása az egyik közlekedési főútvonalnak, és a következő években ez folytatódni fog. A közutaknak a kátyúzása az természetesen minden évben megtörténik, útfelújításokra pályázat per pillanat nincs kiírva, tehát ilyet nem tudok mondani, nem tudok beszámolni, de előbb-utóbb ez is meg fog történni. A különböző más egyéb szolgáltatást, amit igénybe vesznek az én körzetembe élők, az természetesen zajlik. Nekem fogadóórák minden hónapban vannak, természetesen, de emellett azért azt gondolom, hogy ismerik a én körzetemben lakók, sőt a város többi lakó és a személygépkocsimat, amelyek mindig ott áll a Nimród előtt, a Városház előtt 7 órakor, és én hozzám akár van fogadóra, akár nincs, különböző magánjellegű panaszokkal, problémákkal jönnek, megkeresnek. És én azt gondolom, hogy ha ezt mindenki nézi, mondjuk ezt a televízióadást, akkor arra biztatom őket, hogy jövőben is jöjjenek. Nem kell mereven betartani. Én egy kicsit lazábban fogom fel ezeket a dolgokat. Ingújba ülök itt, és ugyanúgy fogadom a várakozókat, akiknek valamilyen problémájuk van. És aki ezt látja, és volt nálam, az pontosan tudja, hogy ami lehetőség határáig van, azt én mindent megoldottam. Vannak természetes olyan kérések, amely megoldhatatlanok, vagy pedig időben elhúzódóak, de arra is törekszem, hogy az megoldódjon. Tehát én nekem az az elvem, hogy ha az embernek fáj a foga, akkor menjen a fogorvoshoz. Ha van olyan problémája, amit adott esetben a város körzeti képviselője, illetve alpolgármestere meg tud oldani, az bátran keresen fel a jövőben is, állok rendelkezésre bármikor. Fogadóórától függetlenül. Hasznosak ezek a fajta fogadóórák, beszélgetések a lakosokkal? Nagyon hasznosak, hiszen olyan problémákat ismerünk meg, amit valójában csak úgy lehet megismerni, hogyha az ember adott esetben minden nap bejárna a város ő körzetének bármelyik részét, bármelyik telkét, bármelyik problémás helyét. Erre nincs idő. Aki napi 8-10 órát dolgozik benne a városházán, az nem tud kimenni mindenkihez. Aki érzi, hogy van valami problémája, kérem, jöjjön és várom szeretettel, és megoldom problémáját. Jó, értem, akkor önt végülis bármikor elérhetik a lakosok. Az a szokás, látják a kocsimat a városház előtt, jönnek, és én fogadom őket. Ha beszélhetünk egy kicsit a jövőről, bár ugye előbb se szeretett volna sokat elárulni, de azért nagy vonalakban. Igen. Önnek mit jelent a jövő karcagja? A jövő karcagja nálam egy okos városnak a megjelenése. Ennek nyilván van egy csomó feltételrendszere, és én azt tudom, hogy jövőre lesz lehetőség ilyen pályázatot benyújtani, és én azt szeretném, hogy azok a fiatalok, akik jelen pillanatban nincsenek karcagon, de a szüleik itt élnek, és szeretnének visszajönni, azoknak legyen olyan környezet, legyen olyan szórakozási lehetőség, legyen olyan sportolási lehetőség, amely visszahozza őket karcagra. És egy kicsit elmegyünk abba az irányba, hogy munkahelyteremtéstől függetlenül, vagy amellett tudjunk olyan szolgáltatást nyújtani, és ilyen szolgáltatás fog majd lenni ugye
Karcag kincse élményes gasztropark. Épül a fürdőben rendezvényközpont. Lesznek újabb sport olyan fejlesztések a műfüves pályától kezdve, amely azt gondolom, hogy nyújt minden olyan lehetőséget, mint bármelyik hozzánk hasonló méretű, vagy esetleg nagyobb méretű város is. A másik nagyon fontos téma az idősekkel való gondoskodás. Jelen pillanatban van egy X-férőhely biztosító, olyan intézményrendszer, szociális otthonnak nevezi a köznét, ahol most sorban állás van. Lehetőségünk fog lenni adott esetben, hogy ezt bővítsük. Én nekem ilyen elképzelésem van. A másik dolog ugye, hogy ha már fiatalok hazajönnek, munkahelyük is lesz, már meg a gyermekeknek az elhelyezése bölcsödébe, óvodába. Óvodai rendszer fejlesztése, ez természetes történik most is, én nagyon fontosnak tartanám, hogy a bölcsödei rendszerünket fejlesztjük. Férőhely bővítését. És igazából nem akarok tovább menni ezekbe az ismertetésekbe, mert ezekre konkrét programok vannak, konkrét elképzelések vannak, és ez az, amire céloztam, hogy ezzel még várjunk. Akkor lesz feladat a jövőre nézve. Egy biztos, hogy a alpolgármesternek, aki a gazdaságügyeket viszi majd, biztos, hogy fog lenni. Nagyon sok feladat a fejlesztési, működtetési és a többi. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy eljött ide. Köszönöm szépen a lehetőséget. A Karcag Televízió nézőinek is köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, hogy műsorainkat mind a YouTube csatornánkon, mind pedig a www.karcagtv.hu internetes oldalon megtekinthetik, visszanézhetik. Viszontlátásra!